A legtöbben csak annyit tudnak, mert az iskolában többet nemigen beszélnek róla, hogy egyike volt a márciusi ifjaknak. Esetleg azt is, hogy életét adta a magyar szabadságért. Vasvári Pálról mindössze ennyi él a nemzeti emlékezetben. A Vasvári Pál Polgári Egyesület célja, hogy jobban megismertesse a nagyszerű történész, pedagógus, filozófus, politikus, forradalmár életét, tevékenységét, önfeláldozó hazafiságát. Azokat pedig, akik ebben a munkában részt vállalnak, minden esztendőben Vasvári díjjal ismerik el. Évente két ilyen elismerést adnak át, idén azonban négyen vehették át a kitüntetést a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, tekintettel arra, hogy a pandémia miatt a tavalyi ünnepséget el kellett halasztani. 2020-ban Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, és Dévai Nagy Kamilla énekes, előadó művész, 2021-ben pedig Bajkai István képviselő és dr. Kásler Miklós miniszter kapta meg az elismerést. Az átadó ünnepségen dr. Kásler Miklós kiemelte, hogy történelmünk során a nemzet mindig megszülte a maga hőseit, akik akár életük árán is védelmezték a magyar szabadság eszméjét. Ilyen hős volt Vasvári Pál is. Vasvári Pál személyiségében, gondolataiban, tetteiben, cselekedeteiben magyar nemzet legszebb tradícióit mutatta fel, amelyeket a bukópatak időről időre, alkalomról alkalomra, amikor a körülmények olyanok megjelentek, rendkívül tisztelt kölcsös ember volt, úgy látta a világot és úgy viszonyult, mint ahogy szemültek, vagy ahogy második mint a falat kenyérre, úgy van szükségünk példaképekre, úgy van szükségünk gondolatokra, úgy van szükségünk arra, hogy megértsük az elődeink gondolatát, gondolatait, nem csak Vasváriét, hanem visszamenve akár az Árpádokig, mert hihetetlen luxus az, hogyha ezer év gondolatait nem értünk, nem adjuk át egymásnak, nem adjuk át és tulajdonképpen elfelejtjük azt, hogy kik voltunk, mi vagyunk itt, mi a cél, és mi a jövő. Megkapta ezt a díjat, de ez azt is jelenti, hogy valamilyen kötődése Vasvárihoz, vagy legalábbis ahhoz a korszakhoz, ahhoz a szellemiséghez kell legyen. Van is, nagyon-nagyon erős, hiszen 1848-as műsorokat 53 éve tartok, és tiszta szívemből szeretem ezt az ifjút, aki meg sem élhette a 23. életévét, és mégis olyan életművet tett le elénk, olyan példát, amelyet kevés mai 22-23 éves fiatal tudna magáénak mondani. De én úgy gondolom, hogy vannak, akik ismerik ezt az életművet, és lesznek azért folytatói. Én hiszek a magyar ifjúságban. Nagyon örült, mondta, hogy helyet adhatott a Nemzeti Múzeum a Vasvári díjak átadásának. Azért ritka, hogy egy múzeum boldog attól, hogy díjátadót tarthat, inkább elhárítani szokták az ilyen felkéréseket. A Nemzeti Múzeumnál méltóbb helyet nem lehet találni a Vasvári díjátadásának, hiszen ebben az épületben minden nap azzal a szellemiséggel találkozunk, amely a létrejöttének és a kiteljesedésének az időszakával függ össze. Ezt a múzeumot 1802-ben alapították, és mire az épület megépült, addigra a változás szele csapta meg Magyarországot. Az a reform nemzedék, amely egy nemzeti alapokon álló országot akart létrehozni az akkori birodalom keretein belül, az elválaszthatatlan ettől az épülettől. Fizikai valójukban is itt jártak, hiszen a 1848-as forradalmi szabadságharc indító napja, március 15-e, az ennek az épületnek a emblematikussá vált főlépcsőjén, illetve portikuszánál valósult meg. Itt jelentek meg a forradalmi ifjak, és az ő sorukba tartozott Vasvári Pál is. Az a Vasvári Pál, aki hihetetlenül fiatalon adta az életét a hazájáért, 22 éves múlt, amikor elvesztette az életét a csatamezőn.
az önfeláldozása példája a következő nemzedékek számára is. Tehát ezért vállaltuk büszkén ennek a diátori ünnepségnek a házigazda szerepét. Ha valaki igazán harcolt Vasvári Pál magyarországi emlékének felfrissítéséért, egyáltalán megalapozásáért, mert szomorú tény, hogy a magyar iskolákban róla vajmi keveset tanítottak, akkor az Péntek László. Ráadásul kemény csata volt ez, mert voltak olyan főpolgármesterek, hogy ne nevezzem meg Demszky Gábort, akik ott akadályozták Vasvári szobrának felállítását, ahol csak tudták. Talán avval kezdeném, hogy 1995-ben, amikor Krösfön állítottunk kopjafát Vasvárinak, akkor a románok és a román hatósággal tűzzel vasval el akarták tüntetni a kopjafát, és büntetéssel perek sokaságát varták a nyakunkba. Utánunk a 18 kerületbe sikerült egy kopjafát felállítani. De azt is református egyház területén. És a választások előttre sikerült volna a Hargita téren egy nagyon szép emlékművet csinálni a Vasvárinak. Sajnos jött a rendszerváltás, a hatalomváltás és a mostani Szaniszló társaság megtorpedózta az egészet. Itten a budapesti, Vasvári szobrot Demszky főpolgármester úr akadályozta meg, de nem nyugodtunk bele. És azt mondtuk, hogy olyan nincs, hogy Budapest, ahol diák volt, ahol történelem tanár volt, ahol forradalmá volt, ahol szerelmes volt, ahol katonatiszt lett minden, és ne legyen egy szobra Budapesten, ez felfogadhatlan. 10 évig küzdött Bauer Feri és Tóth Kálmán, az egyesületünk, a Vasvári Pál Polgári Egyesületnek az elnökei, hogy valahogy tudjunk szobrot állítani. A kerületek polgármesteré mindez zárkóztak előle, senki nem akart kockázatot vállalni, hogy hát sok pénzbe kerül, hát mit szól az ellenzék. Így tolódott el az egész, miért nem sikerült ezt a mellszobrot megvásárolni. Dr. Kásler Miklós miniszter úr segítségével itt ezen nagy szép helyen felállítani. Ez az egésznek a megkoszorúzása, és most már mondhatjuk, hogy tényleg egy több mint 30 éves vágyálmom vált valóra. Köszönhető az itteni embereknek. És ezután tényleg eljöhetnek a budapestiek, és tiszteletüket tehetik Vasvári Pál előtt. Annyival közel hozzám Vasvári, mint amennyire közel áll hozzám minden fiatal, pedagógus vagyok. És Vasváriban is a márciusi ifjak lobogó indulatával nőttem föl magam is iskolában, és aztán a Korvin közisrácok és lányok indulatá lobogott bennem évtizedeken át, és nem ok nélkül fogalmaztam, utalt rá. 87. szeptember 27-én Talakiteleki sátorban Nagy Lászlót idéztem. A torkon vágott fogadalmak pirosát és gyászát viseljük belül. Mindenki tudta, hogy miről beszélek. Elteltek az évek, aztán rá kellett jönnöm, hogy a torkon vágott rendszerváltás pirosát és gyászát viseljük valamennyien, hiszen egy rendkívül küzdelmes évtizedek után vagyunk, és ebben nekem a fiatalok adták a lendületet ott Lakiteleken, népfőiskolának, Hungarikum Ligetben. Csodálatos érzés, hogy 20 évesek, és bátran vállalják a szüleiket, nagyszüleiket, bátran vállalják azt a korszakot, keresik a megoldást, lobbanékonyak, indulat van bennük, olyan gyúanyag, hihetetlen, és ez nekem visszaidézi történelmi tanulmányaim során akár a március ifjakat, akár a korvinközi srácokat, lányokat. Ilyenkor persze már könnyű az ember dolga, azt mondja, hogy elértem, amit szerettem volna.
Hát 10 év után, szóval, hogy könnyű lenne, azt gondolom Bauer Ferenc vitatja. Hát könnyűnek könnyű, mert túl vagyunk rajta, de magam azt nem gondoltam volna, hogy 10 év kell arra, hogy Budapesten Vasvárnyak szobra álljon. Az akarat megvolt. A fogadás az nem volt olyan, mint aminek szerettük volna. Szerettük volna a belvárosban, a Szabadság téren, nem volt fogadás rá. Kerületünkben jóvá lett hagyva 2018-ban egy emlékmű. Hát az új városvezetés úgy gondolja, hogy Vasvári nem fontos a számukra. De hál' Istennek Kásler professzor úr másképp gondolta, és március 13-án sajtó jelenlétében lett átadva a szobor. Hát az igazi átadás számomra a mai nap. Itt vannak egyesületünk tagjai, itt vannak barátaink, itt vannak azok a szervezetek, akikkel együtt harcolunk azért, hogy Vasvári itt Magyarországon megkapja méltó helyét. Álnaív kérdés. Nem gondolja, hogy a Demszky érára visszapillantva, meg a javaslat a kérés fogadtatására, hogy itt bizonyos köröknek minden, ami magyar, ami nemzeti, ami hősies, az szinte a boszorkányüldözés kategóriájába kell tartozzon. Ez tragédia. Hát, ha így fogom föl, akkor nem szabadna semmit csinálnunk, föladnánk mindent. Én azt mondom, hogy mi azért vagyunk, hogy ez a magyar nemzet 100 év múlva is, 200 év múlva is ez a magyar nemzet legyen. Akarni kell, ennyi.